Az internet a számtalan előnye mellett komoly veszélyeket is magában hordoz a felhasználóknak. A bankoknál korábban, hogyha utalni akartunk, vagy pénzt felvenni, ez egy viszonylag manuális dolog volt, míg mára a kezünkbe tette ezt a szolgáltató a bank, ugyanis akár egy alkalmazás segítségével be tudunk lépni a bankfiokunkba és a bank számlánkon lévő valamennyi pénzzel rendelkezünk, azzal fizetni tudunk, átutalni tudunk. A bankkártyás fizetés széles körben elterjedt módszer a vásárlásoknál, a legtöbben ezt használják az üzletekben, interneten vagy készpénz felvenni, ha épp arra van szükség. Ám az egyszerűség sokszor hátulütő is lehet sok esetben. Az internet egy ugyanilyen ö, tér, mondhatjuk úgy, hogy az internet egy ugyanilyen széles spektrumú világ, ami bár virtuális, de hát valóság, valós dolgok történnek. Ugyanúgy, mint a való életben, az interneten is fel kell készüljünk. Amikor leülünk az internet elé, akkor felkészültnek kell lenni, és a jelekre, a jelek fogadására és a jelek megfelelő értékelésére is. Fel kell készüljünk! A szakértő megjegyezte: Vannak úgynevezett gyanús jelek, melyek figyelembevételével még időben megelőzhető, hogy magunk is a csalók áldozatává váljunk.